Itt állunk a Pesterzsébeti Jódos, Sós, Gyógy és Strandfürdő előtt, ami egyedülálló egész Európában, sőt a világon is. Köszönhetően a ritka, jódtartalmú gyógyvizének. És elég szomorú, hogy zárva van, még mindig. Pedig az első hullám alatt, és utána is, elég sokáig nyitva volt, köszönhetően annak, hogy szabadtéri medencé is vannak, mind hideg, mind melegvizes is. Kérnénk a kormányzatot, hogy fontolják meg ezeket a bezárásokat, főleg az ilyen intézményekkel, ahol az embereknek nemhogy gyengülne a immunrendszere a vírussal való találkozás, hanem éppen erősödik a gyógyvíz hatása miatt. És mivel klórosak a vizek, ezért a vírus nem éli túl a vízben való terjedést. Ezt bárki ellenőrizheti. Kérem a kormányzatot, hogy fontolja meg ezeknek a létesítményeknek újbóli kinyitását, mivel elengedhetetlen fontos az emberek egészsége szempontjából. Köszönöm szépen!